Szereti a jazz? Brian Munzer. A jazz, olyan, tudom, mint ami a Tom és Jerry. Az a közöm a jazz, jazzhez, mint Brian Munzer. Nem ismer. De hát a Tom és Jerry-t ismeri. Tom és Jerry az vicces, és az jó. És ennek a zenét szereti? Mindig ezt az egeret, de tulajdonképpen meg tudom megérteni. Akkor mehet a jazz is. Fun. Uli. Akkor ma este? Nincs autóm. Tehát ha értem tetszik, vagy jön. Szerintem tegeződj. Szerintem is. Szerintem találkozunk ott. Ja, hogy ott? Uh-huh. Jó, hát találkozhatunk ott is, csak nem tudom, az hol van. Hagyd ebben a titkárnőnél a telefonszámát, és majd átküldöm SMS-ben a címet. Csak, jó, csak úgy találom oda. Biztos van ilyen Google-ben rá tudok jönni, uh-huh. Csak nem biztos rájövök. Na jó! Ezt hoztam egy tükröt. Igen. Tulajdonképpen nem tudom miért, de itt hagyok. Nagyon kedves. Mert maga szép. Hát, hogy oda talál, ha oda talál a koncertre, akkor este visszaadom ezt a tükröt. Jó, édesanyám egyébként már fiatal, nyilván fiatal képe, és már akkor megyek, tehát nem jobb. Semmi gond, hogy szólja meg a következőnek a gondolat. Hogy igen, hogy anyukám, amikor fiatal volt, akkor pont, rosszat mondom? Akkor pont így nevetett, mert pont ilyen volt, mint önnek tetszik. Vagy ő... Cuki, tehát olyan vagyok, mint az anyád, értem. Jó. Na. Ő sokszor volt hárpia, tehát olyan volt, tulajdonképpen a reláció volt, mint a Tomnak a Jerryvel. Könnyűltöm, hogy jöjjön rá ma este a koncertre. Jó. Minden jó. Csokon. Úristen. Nagyon szinti, teljesen alkalmatlan. Jó. Nem veszem fel. De nem dugom ki. Én vagyok a főnök, én döntöm. Szia! De meg tetszett, mint pasi? Jaj, teljesen idióta volt. És nem volt, tehát, hogy egy pillanatra azt hittem, hogy állam beteg. Tehát azért, amikor bejött ebbe a rózsaszín sárga kislánynak szemben be, De aztán meg azt láttam, hogy egyszerűen csak egy ilyen krakénár pasi, és úgy bírtam, és nem érdekelt, hogy melózzunk együtt, tehát szóval nem melózzunk együtt, az én ügyemet én csinálom, tehát az az én ügyem, de hogy így, hát izgatott, na jó, egyrészt jó teste volt, és tényleg egy idióta volt, tehát ez nagyon izgalmas volt, és kíváncsi voltam, hogy ez most még 10 percig tart így, vagy hetekig képes ezt csinálni, vagy hogy... Vagy szórakoztat, vagy mire? Nagyon, igen, cuki van. Igen, lehet, hogy az előző pasid meg nagyon komolyan vette saját magát is, meg az élet minden dolgát. Hát igen. Tehát, hogy ehhez képest ez akkor pihentetett téged. Igen, hát nem is az, hogy pihentetett, eleinte igen. Mert ő aztán nem azért mondta meg a tutit, hogy semmit nem mondott meg, tudom, hogy Ferin kívül. De hogy ez úgy jól esett. Eleinte. Na nézzük meg, hogy élnek ők együtt. Mert az lesz belőle. Ádám! Megint itt maradt a kompli, megint itt maradt a kés, megint elnincs, elmosogatva, meg tébolyozom. Pakol, nincs időm erre, jó? Reggeliztél? Nem még. Jézusom, 11 óra van, én nekem el kell indulni, én most nem tudom. Nem volt itt semmi felvágó, most ezt. Most ezt nem mondod, igen, itt vagyok, hallgatlak. Igen, persze. Pire, tudod egy picit tartani? Nincsen kaja? Nem, itt nem látom. De miért nem vettél? Jó, akkor rendelek valamit. Jó, rendelek. Nem, neked mondom, hogy rendelek. Pillanat, jó? Mindjárt. Jó. Halló, jó napot, igen. Jó napot. Igen. Kossuth utca telegen. Kossuth, na jó. Várj egy kicsit, mindjárt mondom. Hát, de még maradjál már csinál. Milyen pincát kérsz? Milyen pincájuk van? Jó, 4 évszak pizza, azon mindenféle van. 4 évszak popi.
Mondd már ezt abba, fontos hívás, illetve nem vagyok fontos hívás, akkor beszéld meg, légy szíves, hogy milyen pincet kész. Halló, itt vagyok. Igen. Jó napot kívánok. Igen, tudom. De nem. A nagykövetet azt mindenképpen délután. Csak igen, délutánra kell hívni. Igen. Igen, mert most már sérgeztanos. Igen, fogadást. Kóla van mindenki. Kóla? Ne igyál kólát, ne igyál kólát, mert az egészségtelen. Neked mondom, hogy ne igyál kólát, mert húszal, amit akarsz. Nem, kólát nem ihatsz, Ádám, fájítom a gyomrod. Ádám, nincs kóla, nincs kóla. Nincs kóla. Nincs kóla. Négy évszak pizzát mindenképpen vegyél, igen, és hogyha vegyél be valami zöldséget is mellé, hogy rost is legyen benne. Fehér kóla van. Nem a nagykövetnek, nincs kóla, most mondom, hogy nincs kóla. A nagykövetnek nem a kóla, nem a nagykövetnek, zöldség, nagykövetek sem visznak kólát, nem én sem ilyet. Figyelj, vissza foglak téged hívni, jó? Pizzát kérünk, nagyot. Nem, biztos, hogy sok minden legyen rajta, színes. Finom legyen. Köszönöm, szia! Mint a Tom és Jerry, ahogy nyúlik a sajt. Igen, kérünk szépen egy mélyörszakpizzát. Nem, cukormentes teát kérünk szépen. Igen, vagy egy 100%-os magancsás. Az is van, nagyon jó. Szuper. Igen? Köszönöm. Nem, fizetem. Igen. Online. Majd útközben. Persze, hogy nem te fizeted. Nem, én fizetem. Igen. Köszönöm szépen. Nagyon szuper. Köszönöm. Tudod, az nagyon fontos. Nem raktad be a mosást, sehol nem van. Berakom, egy perc alatt berakom. Hát akkor már tudod, hogy jó. Jó, jó, szaladok. Éjfélre itt volna lesz. Jó, Istenem, nincsenem most. Figyelj, fontos, hogy megcsináld a mosást, mert utána két napra elmegyek erre a kongresszusra. Jó. Jó? Na, nagyon csókolom. Mehet, szia! Egyért, és ne ijjál kólát. Nem iszom kólát. Indul a mosás. Azt sem tudom, hogy jól a mosás. Mit kell ma csináljak? Elfelejtem. Mit akartam? Esküszöm, elfelejtem. Tényleg sem. Mit akartál? Mit akartam? Mit akartam? Hát szerinted mit akartál? Mit mondtál? Azt mondtad, hogy kitöltöd azt az angol leckét. Igen. Elkezdesz angolul tanulni. Az oké? Elkezdtük a számokkal. Igen, és hogy Londinernek. Ja igen, Londinernek. Jó, oké. Okay. Londinernek. Oké, okay. kösz. Szerintem, okay. Hajrá, jó munkát, hozd a pénzt. Hozd a pénzt. Szia! Londinernek angolul tanulni. Na, itt vagyok, figyelj. Igen. Igen. Milton. Milk. Van egy Londiner állás, igen, tudom. Home. Ki az Ádám beugran. Home és milk. Tegnap már 10-ig elszállít angolul. Hívás várakozatás, vedd már fel. Igen. Halló, itt egy Londiner. Milk vagy home? Milk? Ó, édes. Az angolul mit jelent, hogy milk? Ugye nem mondod komolyan, hogy most azért hívsz fel. Milk? Könyörgöm. Nézzél egy kis Tom és Jerry, hogy sem eljöttök, ez nekem dolgozni. És nézd az órát, yes. A számokat is vele. Yes, okay. Kettőre okay, úgy kell lenned okay. A munkára. Szia! Bye-bye! Várjál! Mit akartam? Jaj, de jó, itt vagy mi? Figyelj, nem találom a töltőmet, most esküszöm, ide néztem, és nincs meg a töltőmet. Az ágy mellett van bedugva. Ó, oh, kösz, oké. Okay. Szia! Bye! Szia mellettek, ide egyszerhez az e-mailt. És miért? Londinert, nem írok Londinert. Megvan? Várjál, még egy mondatra. Igen, halló? Mi van már? Ádám, nem tudom. Beszart az egyik, de be akartam, nem tudom leugni a pénzet.
Akkor ahogy jöttem, nem tudom megmondani. Állj fel a WC karimájára. Nem állok. De állj fel a karimájára, és ott nézzél, bele van egy ilyen tartály. Légy szíves, gyere, haza kéne jönni, ezt meg kéne csinálni. Jó, akkor hívd fel a közös képviselőt, mindjárt átlököm neked. Mert én tudom a közös képviselő számát, és mindjárt fel fogom. Most küldöm neked a közös képviselő számát, hívd fel. Jó, akkor hívd fel az anyádat, ő úgyis mindent tud, és kinyalja a balagadat, nem bírom már. Halló? Vedd fel. Soha többé nem bírtam felvenni. Milk? Halló? Home? Akárhányszor hívott. Itt tetőzött? Kurva élet. Nem bírtam. Tehát tényleg, amikor képzelem, amikor egy nap, oké, van két ilyen telefon, három ilyen telefon, és többre segítettem neki, és amúgy próbáltam rávenni, hogy ez történjen, vagy az történjen, vagy így csinálja meg, vagy lépjen tovább, vagy ami neki jó, felőlem alkosson, csináljon, mert amúgy tök jól éltünk ebből az egész cudból. Már hogy anyagilag? Anyagilag, igen. Én nem vártam el, én nem azt akartam, hogy azért dolgozom, hogy beszálljon az életünkbe, azt letoltam volna. Azt akartam, hogy csináljon valamit, ami érdekli. De ő boldog volt, nem? Igen, én azon a szinte... boldogtalan. Boldogtalan. Mert utána egy nap már nem csak 10-15, hanem 200 ilyen telefon volt. Tehát neki arról szólt az élete, hogy ő felhív engem is. Nekem meg már arról szólt az életem, hogy felveszem a telefon. Aha. És akkor hazaküldtem az anyukájához. Szerintem boldog. Tűnik, hogy te is boldog voltál, amikor ettől megszabadultál. Na most játszunk valamit. Most az érdekel, hogy néztétek ezt a sztorit, hogy mit gondoltok arról, hogy ez az ember, most ha nem bánod, akkor úgy fogom nevezni, hogy ez a gyerek, ez az Ádám gyerek, akivel ő egy ideig lehúzott pár évet, hogy ezzel vajon 10 évvel később mi lehet? Mit gondoltok? Hány éves lehet most? 30 legalább, nem? Hát igen. Na, eresszük el a fantáziánkat. Mi lehet most az, hogy vele mi van, majd ezt mindjárt tovább meséljük. Azt kérdezem, hogy mi az élettapasztalatotok, hogy az a fickó, akit most ő kirúgott, meg elegelett, az vajon hol tart? Hol tart most? További 10 évvel később. Anyukánál lakik. Már tud maratválkozni. Nem biztos. Cipőjét is be tudja kötni. Talán. De hol tart? Tehát egy óriás bébi? Igen. És mindig talál magának egy nőt, aki őt így dédelgeti és húszszor megmondja, hogy hol felejtetted a töltődet? Ezt képzeljük róla? Férfiak? Mit képzelnek? Néha talál ilyen hölgyet, aki mellett így el van. Szerintem többnyire egyedül van, időnként beesik egy ilyen történet. Szerintem. Na de egyedül, hát életképtelen. Hát, Lucival úgy értem, nem. Mama Hotel vagy ilyesmi. Nem életképtelen, csak kiveszünk mindent mi nők az ő kezéből, és helyette megcsináljuk, ha vele élünk. Most minimálon eltengedik. Na most azért legyünk őszinték, hogy nem igényeljük egy picit az ilyeneket. Egyszer csináltam egy olyan előadást, még régen, még a Merlin Színházban voltunk, ma már a Merlin Színház sincs, de még mindig itt vagyok. Na, mindegy. Az volt a témája, a tücsök és hangya. Még ezeket lehet, hogy újra előveszem ezeket a régi sztorikat. Tehát valahogy ez jutott most eszembe, ugye? Hogy milyen jól meg lehetett abban is mutatni, hogy vannak ezek a tücsök típusú emberek, és hát tudjátok, eredetileg egy Ezópusz ókori mese, aztán a La Fontaine írt belőle kissé verses feldolgozást, és aztán ugye tudjátok azt is, hogy a La Fontaine sírkövére mit írtak. Hogy van az? Azt te tudod szó szerint. Lehet csúnyán beszélni. Igen. Hát neki át kell gondolnom, hogy is van a vicc. Hát a hangya dolgozott egész. Szólmosan.
kitartóan. Tücsök csak, hegedű, hegedű, hegedű. És a lényeg, hogy a hangya valaki, nem már most a poénján, a poén, a végső poén az, hogy a hangya azt üzeni valakivel, hogyha a La Fontaine sírjánál jársz, akkor mondom, hogy jól pisád le. Szóval a dolgok nem úgy sültek el a mesében. Hát igen, mert ugye az a tanulság, hogy aki ilyen szorgalmas és kitartó, annak vagy jó lesz. Tehát azért inkább ezt üzenjük a La Fontaine-nek, mert valahogy azért a hegedűsök, akik csak tücsök módjára élnek és szórakoznak, mint ez a fickó, ugye? Azért az nem olyan rossz így. Mint a János. Hogy? Hát azért ez végig hegedű, 40 hát meg eltűnik, mint farsi, nem? Szóval a férfi az ilyenkor eltűnik. Hogy nincs benne egy férfi. Nincs pasiság, igen, eltűnik. Igen, csak amikor már nem 20 éves, hanem 30 vagy 40, akkor már nem áll olyan jól neki, hogy olyan cuki, olyan édes. Tehát, hogy jó esetben ezt észreveszünk, rossz esetben. Tehát, hogy az anyukáját is csókoltatjuk az igen? Összelép az előző esetet is a Tibivel. Igen. Igazából még a kettőnk között egyik sem volt igazán férfi, és én azért is gondoltam, hogy tulajdonképpen hol van a férfiasság. Az egyik így, a másik úgy, de egyáltalán nem látom ez a férfi karakter. És nem csak azért, mert nem keresek pénzt. Hát az csak az egyik dolga. És a következő kérdés, amit lehet egy kicsit előre szaladok, hogy ez a Csajci, Eszter miért ilyen másikat találta? Már a másikat találta ilyesmi. Remek kérdés. Nagyon jó kérdés. Nagyon hasonló karakter, bármilyen is ellentétesen. Ha most itt tűnnék a jelen időben a pszichológusnak, akkor pont ugyanezt tennék, hogy én miért ilyen pasikat találok ilyen lekvárokat, de komolyan. Hát az elején a gyerekkorról beszéltél. Hát az elején a gyerekkorról, igen, de aztán, hogy mik a választások. Mert neked ez járt el esetleg a szüleidből az adtad, meg a környezetedből, hát ez jár. Igen. Bár mondjuk az anyám az azt mondta, hogy nekem nincs jellemem, és mindig oda csapódok. Ahova? A bátyám meg azt mondta, hogy skizofrén vagyok. Igen. Tehát, hogy hol ilyen vagyok, hol olyan vagyok. Na de most. Tovább szűrjük a cselekményt.